Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket az ATV déli irodójában, én Gajdos Tamás vagyok. Nőtt a koronavírus fertőzöttek száma, csökkent a kórházban ápoltaké a tegnapi adatokhoz képest. Merkeli Béla szerint rendben van a Sinopharm oltás utáni védettség, Rusvai Miklós szerint az oltottak ötödénél nem. És csak állami területen épülhet a kínai egyetem, ez áll az éjjel kijött kormányrendeletben, Ferencváros polgármestere a diákvárost félti. Az utóbbi 24 órában 1130 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 785 ezer főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, ezt írta a koronavírus.gov.hu. A gyógyultak száma jelenleg csaknem 539 ezer fő, az aktív fertőzötteké pedig csaknem 219 ezer. Elhunyt 128 beteg, így az elhunytak száma már 28.173 főre emelkedett. 4.374 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 365 fővel kevesebbet, mint egy nappal korábban. 511-en vannak még lélegeztetőgépen, itt is folyamatos a csökkenés. A beoltottak száma csaknem 4.123.700 fő, közülük közel 2250 ezeren már a második oltást is megkapták. Az elmúlt 24 óra alatt 24.200 oltást adtak be. Az indiai vírus már itt van a szomszédban, gyorsan terjed és okozhat meglepetéseket. Ezt György István, az oltási munkacsoport vezetője mondta az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Azt is hangsúlyozta, hogy az oltásoknál elérkeztünk az egyéni felelősség szakaszába. Az új fertőzöttek száma jelentősen csökkent kedre, ugyanakkor elhunyt 137 beteg, és ezzel az áldozatok száma már 28 ezer fölötti. Emelkedik a koronavírus örökítő anyagának mennyisége Budapest északi és déli területén, Debrecenben és Szolnokon. Csökkent viszont Egerben, Kaposváron, Pécsett, Székesfehérváron és Tatabányán, tudatta oldalán a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Nem dőlhetünk hátra, az indiai vírus már itt van a szomszédban. A szakértők szerint az indiai mutáns nagyon gyorsan terjed és még okozhat meglepetéseket, közölték az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Kásler Miklós a Spirit FM-en beszélt arról, hogy az indiai dupla mutáns várhatóan Magyarországon is megjelenik. A miniszter az új variánst párhuzamba állította az angliai mutánssal, amely néhány hét alatt terjedt el. Hasonló indulása volt a indiai kettős mutásnak is. Nem csak ez az aggasztó, hanem aggasztó lehet az is, hogy a betegség lefolyása úgy tűnik a jelek alapján, hogy súlyosabb. Az pedig, hogy a vakcinákra hogy reagál, ezt pontosan jelen pillanatban még nem tudjuk megítélni. Online időpontfoglalás esetén bővül az oltások fajtája. Eddig a Sinopharm és az AstraZeneca vakcinára lehetett regisztrálni, de hamarosan megnyitják a rendszert 200 ezer adag Sputnikra is. Hogy Pfizerre mikor lehet legközelebb jelentkezni, azt most még nem lehet tudni. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban az Inforádiónak azt mondta, akkor, ha lesz beadható vakcina. A DK örül a miniszter kijelentésének, és ahogy a párt szóvivője fogalmazott, immár Gulyás Gergely is elismeri a szabad vakcina választás fontosságát. Az ellenzéki párt ugyanakkor szomorúnak és károsnak találja, hogy erre eddig kellett várni. Hónapok mentek el azzal, hogy a Fidesz kormány józan cselekvés és átlátható tervezés helyett már megint plakátokon harcolt és láthatatlan ellenségekre lőtt a nagyon is látható ellenség a vírus helyett. Ideje volt, hogy belátták, nem oltás ellenes az, aki szeretné eldönteni, melyik vakcinát kéri. Kedden megérkezett a 20. Pfizer szállítmány 334 ezer vakcinával. Szijjártó Péter a cég magyarországi képviselőivel folytatott tárgyalás után elmondta, nálunk fordult át először az oltóanyagok piaca keresletiből kínálatira, mert Magyarország nem csinált politikai ügyet a vakcinavásárlásból. A második negyedév során már Magyarország összesen egy 4,6 millió adag vakcina érkezhet. Májusban közel 1.300.000 vakcina, júniusban pedig további 2,2 millió vakcina. A korábbi országos tiszti főorvos Tarci műsorunkban arról beszélt, hogy jelenlegi tudásunk szerint a vakcinák körülbelül 6 hónapig védenek. Tehát el kell kezdeni készülni arra, hogy az egészségügyi dolgozókat hamarosan újra kellene oltani, vagy legalábbis hát vizsgálni kellene azt, hogy az újraoltásra mikor lesz szükség. Farus Ferenc hozzátette, most nem az az időszak van, amikor nagy társaságban össze kellene jönnünk.
A Fidesz szerint, miközben a baloldal a szabad vakcinaválasztásról beszél, ők voltak azok, akik egyes oltóanyagokat támadtak, határozati javaslatban akartak betiltani bizonyos vakcinákat, és sunyi módszerekkel próbálják aláásni a vakcinákba vetett bizalmat. Ez olvasható tehát a kormánypárt közleményében. Az egészségügyi világszervezet komoly hiányosságokat talált a kínai Sinopharm vakcinával kapcsolatban a 60 évnél idősebb korosztálynál. A WHO szerint nincs elég adata a védettség időtartamára vonatkozóan, illetve a társbetegségekben mutatott biztonság és a klinikai védelem terén. Bizonytalannak tartják, hogy a 60 év feletti korosztályban milyen arányban alakulnak ki súlyos mellékhatások az oltást követően. A jelentés szerint ugyanakkor a WHO a 18-59 éves korosztályban teljesen biztonságosnak tartja a Sinopharm vakcinát. Nem egyezik meg az orvosok véleménye a Sinopharm oltását vizsgáló WHO kutatást követően. Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint jelenleg nem kell harmadik oltás a kínai vakcinából. Rusvai Miklós szerint viszont a Sinopharm oltást megkapók mintegy 20%-ánál nincs megfelelő immunválasz, nekik kellene adni egy ismétlő oltást. A kínai Sinopharm oltását kapja meg ez a férfi. A Sinopharm vakcinák beadása után az ellenanyag szintje akár a több százszorosa is lehet annak, mint amekkora egy fertőzöttséggel szerezhető meg, fogalmazott a Magyar Nemzetnek Merkeli Béla. A Semmelweis Egyetem rektora hozzátette, hogy náluk sem találtak olyan kínai vakcinával beoltottat, akinél nem mutattak volna ki két dózis beadása után ellenanyagot. Merkeli szerint a vakcinák ellenanyag szinttől függetlenül mindenkinél kialakítják a védettséget, itt szerinte jelenleg nem kell harmadik oltás a kínai vakcinából. Mindig érdemes utána járni. Rusvai Miklós szerint azonban a Sinopharm oltást megkapók mintegy 20%-ánál nincs megfelelő immunválasz, ezt a helyzetet pedig kezelni kellene. A virológus reggel a Startban azt mondta, nem kell aggódni a kínai vakcina megkapása után, de óvatosnak kellene lenni. Érdemes lenne egy államilag szponzorált felmérővizsgálatot, ha úgy tetszik, egy kiválasztott, egy reprezentatív csoporton elvégezni, hogy megtudjuk, hogy valóban a kínai vakcina az idősebb emberek hány százalékában hatékony vagy nem hatékony. A megoldás esetükben az lenne, hogy egy harmadik, más típusú vakcinát kapnának. A brit és az amerikai vizsgálatok szerint semmilyen kockázata nincs egy másik típusú vakcinával történő ráoltásnak, így ezt nyugodtan lehetne alkalmazni. Ezáltal a Sinopharm után kevés védettséget szerzők esetében is kialakulhatna a megfelelő védettség, tette hozzá Rusvai Miklós. Nőmötör Csaba szerint május 10-e után kezdődik a 16-18 évesek oltása. A miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkár azt jelentette be, hogy a fiatalok oltása az érettség után történhet meg. Ebben az esetben is regisztrációra van szükség, ezért arra kérik a 16-18 év közöttieket és szüleiket, hogy ha még nem tették meg, akkor regisztráljanak, tette hozzá. Dömötör felhívta a figyelmet arra is, hogy ezzel a regisztrációval lehet majd online jelentkezni a jövő heti oltásokra. A 16 és 17 évesek esetében az oltásoknál szülői hozzájáruló nyilatkozatra is szükség lesz. A hét elején kapták meg újabb SMS behívóikat azok a pedagógusok, akiket az áprilisi kampányban oltottak be először a Pfizer vakcinájával, és a következő napokban lesz esedékes a második dózisuk. A Népszava úgy tudja, voltak tanárok, akik megkapták az oltási behívójukat, csak éppen az időpontot nem közölték velük. Az első oltás napján ugyanis még nem tudták megmondani egyes oltópontokon, hogy pontosan mikor lesz lehetőség a második dózis beadására. A Népszava szerint a kavarodást egyrészt az okozhatja, hogy hétfőn kezdődtek meg az írásbeli érettségig, az ott résztvevő pedagógusokat ezért hétvégére hívják be oltásra. A koronavírus tájékoztató központ azt válaszolta, a tanárok második oltása ugyanazon a kórházi oltóponton történik majd, ahol az első oltást kapták. Két hónap sincs már hátra a hitelmoratóriumból, a könnyítés lejárta után sok család kerülhet nehéz helyzetbe, ez derült ki a GKI felméréséből. A hitelszakértő szerint a bankoknak minden egyes embert előre tájékoztatniuk kellett volna a moratórium utáni időszakról. Varga Mihály pénzügyminiszter kedden azt mondta, vizsgálják a moratórium meghosszabbításának lehetőségét. A pandémia miatti hitelmoratóriummal élők 15-20%-a komoly bajba kerülhet, ha újra el kell kezdeniük törleszteni. Ez derül ki a GKI Gazdaságkutató ZRT 1000 fős reprezentatív közvéleménykutatásából.
A moratóriumot a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés mérséklése érdekében vezették be 2020-ban, majd 2021. június 30-ig meghosszabbították. Ez sok családnak nyújtott segítséget, többen viszont megdöbbentek, amikor megkapták a bankoktól az elszámolásról szóló lezáró leveleket. Sokan ugyanis nem kalkuláltak azzal, hogy a törlesztés átmeneti felfüggesztése miatt meghosszabbodik a futamidő, és az elmaradt kamatokat is meg kell fizetni. Erdősi Éva hitelszakértő híradónknak azt mondta, hogy a törvény értelmében a havi törlesztés összege a moratórium miatt nem változhat, azonban a törlesztési idő növekedése jelentős plusz terhet róhat a családokra. Főleg a hitelfelvétel után nem sokkal éltek a moratórium adta lehetőséggel. Amikor bevezették a moratóriumot, minden egyes embernek ki kellett volna küldeni egy tájékoztató levelet, hogy jó napot kívánok, maga most a törvény erejénél fogva ebbe benne van, és várhatóan így fog kinézni, amikor ez a moratórium lejár. Hogy előre lássuk, hogy belelépek, vagy nem lépek bele. Z. Kárpát Dániel, a Jobbik országgyűlési képviselője szerint megoldást nyújthatna, ha moratóriumot meghosszabbítanák. Így azoknak, akik a járvány miatt nehéz helyzetbe kerültek, lenne idejük összeszedni magukat, mielőtt újra el kell kezdeniük fizetni. Sajnos egy negatív előjelű hungarikum az, ami kialakult a magyar hitelpiacon. A mindenkori kormányok kötelessége lenne egy segítő klímát, támogató környezetet létrehozni. Varga Mihály pénzügyminiszter kedden egy sajtótájékoztatón újságírói kérdésre arról beszélt, hogy néhány héten belül dönthet a kormány a hiteltörlesztési moratórium kérdésében. Foglalkozni fogunk ezzel, a pénzügyminisztérium már elkezdte a egyeztetéseket a bankszövetséggel, és a jegybanka, hiszen ezek a legfontosabb szereplői annak az egyeztetési folyamatnak, amiben a törlesztési moratórium kérdését majd a kormányasztalára tehetjük. Varga Mihály hozzátette, hogy jelenleg a tapasztalatok felmérése zajlik, és vizsgálják, hogy milyen érvek szólnak a meghosszabbítás mellett. Benyújtotta a jövő évi költségvetés tervezetét az országgyűlésnek Varga Mihály. A pénzügyminisztérium 5% feletti GDP növekedést vár, az államadósság alig csökken, a költségvetési hiány viszont megközelíti majd a 6%-ot. Bot Péter Ákos korábbi jegybank elnök úgy fogalmazott, ez egy választási költségvetés. A Momentum gazdaságpolitikusa pedig nem hiszi el a várt 3%-os inflációt. Megválik a rasszista és szexista kijelentései miatt bepanaszolt oktatójától a Szegedi Tudományegyetem. A hvg.hu úgy tudja, a felmentése már szerdától hatályos. Ujjás László a migrációról tartott óráján rasszista megjegyzéseket tett az Egyesült Államok alelnökével összefüggésben, de elhangzottak más homofób és szexista kijelentései is. Az oktató témavezetőként dolgozik a Pécsi és a Debreceni Egyetemen is, a mostani felmentés a szegedi munkáltatóval való munkaviszonyát érinti. Korábban Áder János és Gulyás Gergely is elhatárolódott a szegedi oktató kijelentéseitől, aki egyébként éppen idén tavasszal kapott állami kitüntetést. Zárt ülésen tárgyalták volna a kínai Fudan Egyetem ügyét a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságában, a kormánypárti képviselők azonban nem mentek el az ülésre. A bizottság jobbikos elnöke szabotázsakciónak minősítette a fideszes képviselők távolmaradását. A Fidesz szerint azonban a Budapestre tervezett kínai óriás egyetem nem tartozik a Nemzetbiztonsági Bizottság illetékességi körébe. Egy egyértelmű szabotás akciót. Hivatalosan 12 percig tartott a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának ülése. Ellenzéki képviselők többek között a Fudan Egyetemről kérdezték volna Palkovics László minisztert. A tárca vezető nem ment el, a kormánypárti képviselők is távol maradtak. A bizottság ellenzéki tagjai azonban újra próbálkoznak. Nem hagyunk nyugtot a kormánypárti képviselőknek és Magyarország kormányának, mert mi továbbra is azt gondoljuk, hogy ezek az ügyek a Nemzetbiztonsági Bizottság asztalára tartoznak. Az LMP-s Ungár Péter konkrét kérdéssel is készült az ülésre. Ez egy nagyon egyszerű kérdés, hogy a hitelszerződésbe, amit Magyarország kötni fog, hogy ez az egyetem létrejöjjön, lesz-e stabilitási záradék, azaz fog-e kötelezettséget vállalni a magyar kormány, hogy nem módosít munkavédelmi és természetvédelmi szabályozásokat, mert akkor a kínai fél szerződésszegésnek tudja ezt tekinteni. A Fidesz parlamenti képviselőcsoportja szerint a Fudan Egyetem nem tartozik a Nemzetbiztonsági Bizottság illetékességi körébe. Híradón kérdésére még hozzátették, hogy nem hagyják, hogy a baloldal politikai provokációhoz használja fel a testületet. Kerületi és fővárosi népszavazással meg is fogjuk akadályozni ennek a megépítését.
Áprilisban jelentette be a főpolgármester Karácsony Gergely és Ferencváros polgármestere, hogy népszavazásra bocsátják a kérdést. Ide hozza-e a kormány a kínai egyetemet? A területet ugyanis másféleképpen hasznosította volna a főváros. Diákoknak tervezett ide városrészt, megfizethető lakhatással, sport és kulturális infrastruktúrával, nagy zöld területtel. A miniszter, aki a kínai beruházás kormánybiztosa is egyben, korábban azt nyilatkozta, hogy a Fudan Egyetem nem veszel területet a diákvárostól. A kormány és az egyetem között egyébként már létrejött az együttműködési megállapodás. Ebben az is szerepel, hogy gazdasági, bölcsészettudományi, mérnöki és orvostudományi karokon 500 oktatótól 6-8 ezer hallgató tanulhat majd. A fővárosi önkormányzat pedig kérdésünkre azt közölte, hogy a bejelentéssel a szándékot tette nyilvánvalóvá a városvezetés. Közgyűlést, helyi népszavazást a járvány miatti veszélyhelyzet idején nem lehet tartani. A Fudan Hungary Egyetem megvalósításához szükséges fejlesztési terület kialakítása állami vagyoni körön kívüli területek bevonását ne igényelje. Ezt tartalmazza az Orbán Viktor által aláírt éjjel megjelent új kormányrendelet. Baranyi Krisztina, a Ferencváros polgármestere ma reggel a Startban erre úgy reagált, bár a Fudan felépítésére szánt területek 60%-a Ferencvárosé volt, most a kormány megváltoztatta az elképzeléseit. Ez vagy azt jelenti, hogy a Fudan az állami területeken a diákváros rovására fog megépülni, vagy azt, hogy a Fudan épülete mellett üres telkek lesznek a kerületi tulajdonú területeken, mert Ferencvárosnak az érintett zónában körülbelül 50 kisebb-nagyobb területe van elszórva, tette hozzá Baranyi. A lépés szerinte azt mutatja, hogy a kormány tárgyalás helyett furmányos megoldásokat keres. Orbán Viktor szerint legyenek gőzmozdonyok a magyarországi egyetemek, az egész országot húzzák előre. Ezt hangsúlyozta a miniszterelnök, amikor 21 egyetemi alapítvány kuratóriumi elnökével tárgyalt az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. Orbán Viktor kifejtette, hogy nem csupán új irányítási rendszer, hanem egy teljesen új egyetemi struktúra jött létre a változtatással. Hozzátette, egyetlen miniszter vagy államtitkár helyett 21 kuratóriumi elnök és több mint 100 kuratóriumi tag felel a jövőben az oktatási és kutatási teljesítmény javításáért és a képzések színvonalának emeléséért. Az első diploma mindenki számára ingyenes lesz, ha Momentum kormányra kerül 2022-ben, jelentette be élő Facebook bejelentkezésében Fekete Győr András. A Momentum miniszterelnök jelöltje szerint nincs rendben, hogy ma Magyarországon hallgatók tízezrei számára fizetni kell azért, hogy egyetemre járassanak. A pártelnök szerint arra van szükség, hogy mindenki hozzá tudjon férni a versenyképes tudáshoz, mert egy fejlett nyugati országnak ez a kulcsa. Szerintünk nem járja az, hogy ma Magyarországon diákok tízezreinek, hallgatók tízezreinek kell fizetnie azért, hogy egyetemre járhasson. Mi azt szeretnénk, hogy mindenkinek legyen ingyenes az első diploma, mindenki hozzáférjen a versenyképes tudáshoz. Saját kommunikációs platformot indított kedden Donald Trump, korábbi amerikai elnök, hogy közvetlenül tudjon kommunikálni követőivel. A platform a From the Desk of Donald G. Trump néven fut. A volt elnök megjegyzéseket, bejegyzéseket, képeket és videókat tehet közzé rajta, amelyeket a követők megoszthatnak a Twitteren és a Facebookon, ahol letiltották Trump fiókjait. A platform azonban nem rendelkezik olyan funkcióval, amely lehetővé tenni a felhasználók számára, hogy hozzászóljanak Trump bejegyzéseihez. Az új kommunikációs platformot egy nappal azelőtt indították el, hogy a Facebook közösségi oldal illetékes bizottsága bejelenti, véglegesen törlik-e Trump korábban zárolt fiókjait. A csengeri örökösnő fia felvételt készített, amikor anyja többek között Kósa Lajossal tárgyalt egy svájci étteremben. Ezt vallotta mai bírósági tárgyalásán P. Mária. A csalással vádolt nő továbbra is azt állítja, hogy létezik a mesés örökség, sőt abból 5 milliárd forint egy időre a számláján is megjelent. P. Mária szerint az ügyben ő nem bűnös, hanem áldozat. Felolvasták a csengeri örökösnő eddigi vallomását és a tanúk rendőrségi jegyzőkönyvbe diktált vallomásait is a mai tárgyaláson. A védő szerint egyre érdekesebb az ügy, hiszen ezek a tanúk az előző már megszüntetett rendőrségi ügyben egész mást állítottak, mint a mostani eljárás során. Ahol őt nem hallgatták ki egyáltalán. És ugyanez volt a tárgya, hogy Mária nagyon jelentős kölcsönöket kér egy nem létező külföldi hagyatékra. És a tanúk sorra azt állította, hogy létező hagyaték
nem követelte, nem könyörögte ki ezt a pénzt, őket nem csapta be, ezért bűncselekményhiányában meg lett szüntetve. Most a vicc, hogy az Aradi úton, az NN épületében állítólag beázás volt, és ezek a nyomzati adatok eláztak. Amint beszámoltunk róla, a Blick szerint a napokban házkutatást tartottak a rendőrök a nő lakásában, ahol svájci hotelszámlákat foglaltak le. Az örökös nő a mai tárgyaláson azt mondta, hogy amikor Kósa Lajossal és egy harmadik személlyel Zürichben tárgyaltak, a fia több alkalommal felvételeket készített a telefonjával, erről ő azonban nem tudott. A felvételek viszont bizonyítják, hogy Svájcban jártak, és azt is, miről tárgyaltak. Hang- és tételvétel készített róla Svájcban. Svájcban két éttermi beszélgetést vett fel, és hangfelvételval róla két felvétel. Csengeri házunkban szintén van egy-két hangfelvétel ezekről a beszélgetésekről, amiről nekünk 2018 márciusáig nem is volt tudomásom. Se a család, senki nem tudta, hogy fiam ezeket felvette. Mikor kimentünk Svájcba, akkor hozta ki magával a fiam, és ott letényre helyeztük. P. Mária még egy új információt is megosztott, vallomása szerint a számláján egy időre 5 milliárd forintnyi euró jelent meg, amit a Deutsche Bank végül visszavont, mivel az utalás nem volt jogszerű. A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy Gyárfás Tamást kitiltották minden úszóeseményről. A Nemzetközi Úszószövetség végrehajtó bizottsága döntött így az egykori televíziós producer és sportdiplomata büntető ügyének jogerős lezárásáig. Alap úgy tudja, hogy Gyárfás Tamást a május 10-én kezdődő budapesti Európa-bajnokságon sem látják már szívesen. A magyar sportvezetőt emberülésre való felbújtással vádolják Fenyő János korábbi rivális médiavállalkozó elleni 1988-as merényletügyében. Gyárfás Tamás büntetőpere áprilisban újabb meghallgatásokkal folytatódott. A mi műsorunk pedig most a fórummal folytatódik, Lampi Ágitól tudjuk meg milyen témákkal. Szervusz Ági. Így van, szia Tamás, szeretettel köszöntöm a nézőket. Az egyik témánk, az első témánk az, hogy több orvos egy kampányt indított azért, hogy legyen kötelező a koronavírus elleni vakcina. Dr. Apostol János a többi kollégájával együtt azt írta, hogy május közepére szerintük legalábbis leállnak az oltások, kifogyunk a regisztráltakból, és marad 5,5 millió magyar, aki bármikor megfertőződhet, és ezért azt javasolják tehát, hogy legyen kötelező az oltás. Hát persze ez nagyon-nagyon sok kérdést felvet, úgyhogy beszélgethetünk erről. Aztán szó lesz politikáról is, több helyen olvasni, meg sokan rebesgetik, hogy egészen biztos az, hogy Karácsony Gergely mégiscsak elindul az ellenzéki miniszterelnök jelölti előválasztáson, sőt, egyes orgánumok úgy tudják, hogy május 9-én vasárnap lesz az erre vonatkozó bejelentés. Ez a második témánk. A harmadik pedig az, hogy ugye tegnap több mint 300 ezer adag Pfizer vakcina érkezett Magyarországra, Szijjártó Péter pedig ott volt a cég magyarországi képviseletén, majd utána tartottak egy sajtótájékoztatót, ezzel kapcsolatban két dolgot emelnék ki, amit mondott, az egyik az, hogy Magyarországon most már kínálati piac, keresleti piaccá változott, mert hogy aki akarja, az megkaphatja az oltást, a másik pedig idézem, azt mondta, hogy mi soha nem tekintettünk ideológiai kérdésként. A vakcinára a szélrózsa keleti és nyugati irányából is vásároltunk, úgyhogy ezek a témáink, néhány perc és kezdünk. Köszönjük, Ági, érdemes tehát a fórum számát hívni, beszélgessenek az említett témákról. Lampi Ágival én most elbúcsúzom, de híradó lesz ma még legközelebb 17 óra 25-kor. Kérem, akkor is addig is nézzenek minket. Maradjanak az ATV-vel, szép napot mindenkinek!